Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a Kecskeméti Televízió hírműsora, a hírös hírek 19 órakor. Már is mutatjuk a tartalmat. Négy színpaddal és 10 országból több mint 150 zenésszel várja a 4. Jazz Főváros Fesztivál a jazz szerelmeseit a hétvégén. Új nevelőszülőket toboroz az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa nevelőszülői hálózatában. Véget ért Kecskeméten a 19. gyermekotthonok Grassroots labdarúgó kupa. Közel 1,5 milliárd forint többletforrást biztosít a kormány a Kecskeméti Városháza felújítására a 2021. évben a Modern Városok program keretében. A kiegészítő forrásról szóló határozat a Magyar Közlöny augusztus 1-i számában jelent meg. Takács Valentina, az önkormányzat kommunikációs vezetője stábunknak elmondta, hogy az 5 milliárdos kereten felüli emelés elsősorban a restaurátori munkák finanszírozását fedi le. Emellett ebből a plusz forrásból gondoskodnak a padlózat helyreállításáról is. Zene, tánc, sport. Erről szól a következő 4 nap Kecskeméten. 4 színpaddal, 10 országból több mint 150 zenésszel várja a 4. Jazz Főváros Fesztivál a jazz szerelmeseit, minden eddiginél több programmal. A swing tánc műfaj, azaz a lindy hop, a balboa és a charleston alapjait sajátíthatták el a fesztiválozók a Jazz Főváros 0. napján. A rendezvényre érkezők a klasszikus jazz műfajából több mindenbe belekóstolhatnak. Ez tulajdonképpen a jazz történet első közel fél évszázadát öleli föl. Tehát a ragtime, New Orleans jazz, Dixieland, blues, boogie, még a rock and roll és a rockabilly is megfér, és a legnagyobb hangsúlyt a swing kapja, és ugye ez a klasszikus jazz, ez pont az a korszak, amikor táncoltak ezekre a zenékre, úgyhogy a swing tánc az egy nagyon fontos eleme a fesztiválnak hagyományosan. A 4 nap alatt 10 ország több mint 160 fellépője fordul meg a fesztiválon. Köztük a 18 hangszeren játszó olasz Attilio Troiano, az izraeli származású jazzénekesnő Miss Mickey May, vagy a holland The Basquito zenekar, akik először járnak Magyarországon. Cél, hogy én, mint zenész, illetve mint szervező, amikor 4 napig látom, hogy az emberek vigyorognak, hogy a gyerekek önfeledten táncolnak, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó, akkor, hogy ezek a dolgok nem csak a Jazz Főváros ismétlődjön meg évről évre, hanem ezek úgy hólabdaszerűen generálják egymást, és legyen több ilyen fesztivál. A zene mellett idén is sok kísérő programmal készültek a szervezők. A Jazz Fővárosban lesz egyebek mellett veteránjárműbemutató, autós szimulátor, és lehet strandolni is. A sportolni vágyók sem maradnak program nélkül, a foci, az élőcsocsó, az asztali tenisz, a tollas és a trambulin közül választhatnak. Új nevelőszülőket toboroz az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa nevelőszülői hálózata. Olyan személyeket, családokat keresnek, akik nevelőszülőként saját háztartásokban biztosítanának szerető, biztonságos otthont a családjukat nélkülöző gyermekek részére. A Gyermekfaluban ma egy nyílt napot is tartottak, ahová jelentkezőket várták. Ebben a játékokkal teli udvarúházban lakik Varga Károlyné Marika, férje és 5 nevelt gyermeke. Nevelőszülőként 13 éve segít az édesszülő nélkül élő fiatalokon. Marika elmondta, hogy bár rettenetes, amikor el kell engedniük a gyermeket, mégis megéri ezt a hivatást választani. Esetleg nagyobb korú gyerekek kerülnek be a családunkban, azok sírnak, azoknak gyászuk van, fel kell dolgozniuk azt, hogy bármilyen jó is, amit megkaphatnak nálunk. Ez mindenre való érvényességgel mondom. Akkor kezdődik az igazi öröm, amikor a sírást abba hagyják, és felcsillan a kis szemük, és mosolyognak, mosolyog az arcuk, elfogadnak bennünket, és nekünk ebben van a legnagyobb örömünk, hogy azok a kicsi szemek csillogjanak, az a kicsi arc az mosolyra fakadjon. Az állami gondozásba került gyermekek esetén a legbiztonságosabb megoldást a nevelőszülői elhelyezés jelenti. A gondozáson és a védelmezésen túl a szülőknek azt is fel kell ismerniük, hogy mikor, milyen szükségleteik vannak a fiataloknak, és segíteniük kell a lelki traumák feldolgozásában is. Nagyon fontos, hogy a gyermekek vérszerinti családi kapcsolatait is támogassuk, hiszen
a nevelőszülőség egy átmeneti megoldást jelentene eredetileg, addig, amíg a vérszerinti család a szakemberek segítségével rendezni tudja otthon a körülményeit, és hogy esetleg hazagondozhatóvá váljanak a gyerekek. Jelenleg az országban mintegy 23 ezer gyermek él édesszülő nélkül, ebből közel 1200 Bács-Kiskun megyei. Aki jelentkezni szeretne nevelőszülőnek, az megteheti a kecskeméti SOS gyermekfaluban. Véget ért a 19. gyermekotthonok Grassroots labdarúgó kupa. Július 30-ától egészen augusztus 2-áig 14 országból és 6 magyarországi intézményből érkeztek állami gondoskodásban élő gyerekek a Széktói stadionba, hogy összemérjék foci tudásukat. Pénteken délelőtt véget ért a 19. alkalommal megrendezett gyermekotthonok Grassroots labdarúgó kupa döntője. Idén 14 országból és 6 magyarországi intézményből érkeztek állami gondoskodásban élő gyerekek, hogy összemérjék labdarúgó tudásukat. A fiatalok két korcsoportban küzdöttek meg egymással a kecskeméti Széktói stadionban. Izgalmas döntők voltak, mérkőzések voltak. Én azt gondolom, hogy a srácok átéreztik annak fontosságát, hogy minden egyes pont számít, minden egyes gól számít, és meg is tettek érte mindent. A döntőben a fiatal korcsoportok közül Ukrajna vihette haza a kupát, a második csoportban pedig a Mónus Bél csapata szerezte meg az első helyet. A győzteseknek többek között Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, Lévai Jánosné és Bogasov István önkormányzati képviselők, Salac László országgyűlési képviselő, illetve Szenes Márton, a híres Sport Nonprofit Kft. Ügyvezetője nyújtotta át a díjakat. Az ünnepség végén Petrika Ibolya, a Magyar Labdarúgó Szövetség szociális programvezetője biztatta a fiatalokat. Abban is bízom, hogy nagyon jó emlékekkel mennek innen haza, és ugyanilyen vágyal teli érkeznek majd jövőre hozzánk ezek a csapatok. Az ötnapos esemény mottója labdarúgás a közös otthonunk volt. A szervezők elmondták, a versenyre érkezett gyerekek között az egy hét alatt életre szóló barátságok alakultak ki. Már 450 biztos fellépője van a Kecskemét Rocks 2019-nek, Magyarország legnagyobb rockzenei flashmobjának. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi állás szerint 500-al többen zenélnek majd együtt, mint tavaly Szegeden. Augusztus 20-áig pedig még bárki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy részese legyen az egyedülálló zenei élménynek szeptember 7-én a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. Tavaly először Szegeden rendezték meg Magyarország legnagyobb rockzenei flashmobját, amely a Szeged Rocks 2018 nevet kapta. Idén Kecskemét ad otthont a mára világhírűvé vált megmozdulásnak, amely a közös zenélés kötöttségek nélküli élményét kívánja megadni a zeneszerető embereknek. Célja továbbá, hogy a rockzenét és az élőzenét népszerűsítse. A tegnap reggeli összesítésből kiderül, hogy már is 50-nel többen jutottak át a City Rocks rostáján, mint amennyien tavaly Szegeden együtt zenéltek. Jelen pillanatban az összes regisztrált zenészünk az 712, ez a ma reggeli adat, de ebből még csak a 450 az, aki eleget tett minden egyes általunk szabott követelménynek. Gajda Ferenc arról is beszélt stábunknak, hogy milyen feltételek mellett lehet jelentkezni az óriás zenekarba. Alapkövetelményünk, hogy ne egy tegnap vásárolt gitáron kezdjen el a fiatal ember itt világot megváltó deszkákon föllépni, vagy a világot megváltó füvön, hanem ugye legyen ura a hangszerének, látszódjon az, hogy legalább azokat a dalokat minimális szinten el tudja játszani, vagy a sajátját, tehát hogy lássuk azt a pici tudást, amivel ezeket a viszonylag egyébként könnyen eljátszható dalokat tudja a többiekkel együtt interpretálni. Augusztus 20-áig várják a zenészek regisztrációját a Kecskemét Rocks 2019-re a www.cityrocks.hu oldalon. A mintegy két órás nagy koncertet szeptember 7-én a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban tartják. Balesetveszélyes vontatmányt vezettek le az M5-ös autópályáról.
Egy bolgár rendszámú szerelvényt lakossági bejelentés alapján a Strada 108-as kilométerénél vonták intézkedés alá augusztus 1-én a rendőrök. A tehergépjármű egy olyan utánfutót vontatott, amelyen a négy helyett csupán két kerék volt. A sofőr elmondása szerint a vontatmány baloldali két kereke egy korábbi balesetben megrongálódott, ezért a megmaradt kereket ő szerelte át a jelenlegi állapotba. A járőrök a járműszerelvényt levezették az autópályáról, ezzel megakadályozva egy lehetséges balesetet. A bolgár férfival szemben helyszíni bírságot szabtak ki. A gépkocsi vezető a hiányzó kerekeket pótolta, és a bírságot is befizette. Idén áprilisban már történt hasonló eset. A híres.hu galériájában is láthatóak a képek egy román rendszámú kisbuszról, amelyet egyik nézőnk készített. A meglehetősen roncsolódott járműnek valószínűleg balesete volt, ennek ellenére tankolt és tovább állt. A képek az M5-ös autópályán készültek, de a jármű az M7-esen balesetet szenvedett. A további sorsáról nincs információnk, de a rendőrség azt kéri, ha valaki hasonló szabálytalanságot lát, a balesetek elkerülése érdekében tegyen bejelentést az ismert segélyhívó számok valamelyikén. Eddig minden év július 1-jeig kellett gondoskodniuk földjük parlagfőmentesítéséről az ingatlan tulajdonosoknak, az országgyűlés azonban tavaly eltörölte ezt a határidőt. A gyomnövény írtása így egész évben kötelezővé vált. Az ingatlan tulajdonosoknak kötelező a parlagfüvet kiírtaniuk földjükről, legyen az bel- vagy külterületen. Nem csupán a gyomnövény írtása kell folyamatos legyen egész évben, hanem az ellenőrzés is. Bács-Kiskun megyében már volt helikopteres légifelderítés, a jövőben pedig drónokat is bevetnek a területek pásztázásához. Sejben Tamás, a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályvezetője kérdésünkre elmondta, tapasztalatuk szerint csökkenő tendenciát mutat a gyomnövénnyel szennyezett területek száma, nagysága, tehát van értelme az írtásnak. A megyében néhány száz métertől egészen az 5-6 hektáros területig találhatunk parlagfűvel borított földeket. Aki ilyen részről tud, az a parlagfű bejelentési rendszeren keresztül online, vagy a járási hivatalok földhivatalaiban tudja bejelenteni. Aki nem teljesíti a parlagfűmentési kötelezettségét, az büntetéssel kell számoljon, amely 15 ezer forinttól egészen 5 millió forintig terjedhet. Egy kecskeméti orvos is részt vett az indiai sziámi ikrek szétválasztásában. Dr. Kunos Csaba, a Bács-Kiskun megyei kórház plasztikai sebésze is tagja volt annak az orvoscsoportnak, amely sikeresen szétválasztotta a bangladesi sziámi ikreket. Rabeja és Rukaja állapota stabil, de szövődmények még felléphetnek a műtét után. A cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány orvosainak sikeres műtétjéről az MTI számolt be először. A közleményben azt írták, a végső szétválasztó műtétet, az agyak és a koponyák szétválasztását jelentős rizikós, több mint 30 órás beavatkozást a Dakkai Központi Katonai Kórházban helyi idő szerint csütörtök hajnalban kezdték el a 35 fős magyar orvos egészségügyi csapat vezetésével. Mint az alapítványtól megtudtuk, a kiváló kecskeméti plasztikai sebész, dr. Kunos Csaba főorvos is részt vett a műtétben. A képernyőn keresztül is gratulálunk neki és az orvos csapatnak. Hazaérkezését követően az eseményről bővebben is beszámol majd a Kecskeméti Televízió. 2020-tól az állam fogja biztosítani a köznevelésben az 1-től 12. osztályig, illetve a szakképzés rendszerében a tankönyveket, csökkentve a családok terheit. A magyar kormány a tankönyvkiadás finanszírozását, gyártását, kiadását, fejlesztését és szállítását is egyszerűsíti. A napokban összesen 13 millió tankönyv érkezik meg csaknem 4000 helyszínre. Ebből az apropóból csütörtökön sajtótájékoztatót tartott az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a könyvtár ellátó non-profit Kft. Raktárában. A tájékoztatón az is kiderült, hogy az állami kiadású tankönyvek példányszáma mintegy 12 millió, míg a magánkiadóktól 1,9 millió kiadványt rendeltek.
A könyvek július végéig meg is érkeztek, jelenleg a kiszállításuk zajlik. A tervek szerint augusztus végéig az összes iskolába megérkeznek a könyvek. Magyarország tortája idén a Boldogasszony csipkéje elnevezésű mű lett, amelyet a dunaföldvári Tóth cukrászdából Tóth Norbert alkotott meg, a hagyományokat és a modernitást ötvözve. A győztes édesség minden rétegében a málna köszön vissza. Az idei Magyarország tortáját készíti Tóth Norbert, a dunaföldvári cukrászmester. A 16. alkalommal megrendezett versenyben nevezett 31 torta közül lett győztes a Boldogasszony csipkéje, melynek minden rétegében visszaköszön a málna. Olyan tortát akartam, ami egyféle íz, többféle textúrában, és mivel a málna egy nagyon intenzív ízű és színű gyümölcs, és egyébként mindenki szerintem az országban szereti, tehát más választás nem volt, csak ugye a málna. A málnát csokoládéval vegyítette a cukrászmester. A Boldogasszony csipkéje pedig a torta tetejére került. Boldogasszony csipkéje, mint kiderült, dunántúli népies elnevezése a málnának. A málna női szervezetre gyakorolt jótékony hatása és a csipkézet levele miatt. Tehát miután én erre így rátaláltam, a Dunántúlon is vagyunk, tehát innentől kezdve nem volt vita, hogy mi lesz a tortának a neve. Idén kihirdették Magyarország cukormentes tortáját is, amely a szegedi A Cappella cukrászda alkotása, a Kicsi gesztenye lett. A két győztes tortát augusztus 18-ától a Magyar Ízek utcáján kóstolhatja meg a közönség, majd Magyarország több száz cukrászdájába is elkerülhet. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Zene, tánc, sport, erről szól a következő 4 nap Kecskeméten. 4 színpaddal, 10 országból több mint 150 zenésszel várja a 4. Jazz Főváros Fesztivál a jazz szerelmeseit minden eddiginél több programmal. Új nevelőszülőket toboroz az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány a nevelőszülői hálózatába. Olyan személyeket, családokat keresnek, akik saját háztartásukban biztosítanának szerető, biztonságos otthont a családjukat nélkülöző gyermekek részére. Véget ért a 19. gyermekotthon a Grassroots labdarúgó kupa. Július 30-tól egészen augusztus 2-áig 14 országból és 6 magyarországi intézményből érkeztek állami gondozásban élő gyerekek a Széktói stadionba, hogy összemérjék labdarúgó tudásukat. Már 450 biztos fellépője van a Kecskemét Rocks 2019-nek, Magyarország legnagyobb rockzenei flashmobjának. A jelenlegi állás szerint újabb rekord születik a Szabadidőközpontban. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 23 órakor, éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információval, hétfőn este 7-kor várjuk Önöket. Kellemes pihentető hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra! Szombaton szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok a napos időszakok mellett. Feltámad az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 24-30 fok közötti hőmérsékletre van kilátás. Vasárnap továbbra is többfelé lesz élénk, a Dunántúlon néhol erős az északi, északnyugati szél. Sok lesz a napsütés, csak helyenként fordulhat elő gyenge, lokális jellegű zápor. Friss hajnalt követően délután 24-29 fok várható. Hétfőn és kedden is a napsütésé lesz a főszerep, kissé erősödik a nappali felmelegedés, 26-31 fokig emelkednek a maximumok. Hétfőn legfeljebb kevés zápor lehet, kedden egy-egy kisebb zivatar ismét kipattanhat.